Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőit. Jótékonysági koncert a szemináriumi templomban, az országos papi otthon javára, Karosi kvártett az Öreghegyen, és végül, de nem utolsó sorban, a Vágy villamosa a Vörösmarty Színházban. Ezekkel a témákkal jelentkezik kulturális magazinunk. Ne menjenek sehova, már is kezdünk. Karosi Júlia és zenekara a kortárs jazz kiemelkedő formációja. Nemrégiben az Öreghegyi Közösségi Házban tartották lemez bemutató koncertjüket, ahol a Paletta stábja is ott volt. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Fehérváron. Örülök, hogy itt van velünk, hiszen a Karosi Júlia kvartett görsünestje, ez egy, azt hiszem, hogy minden zenerangolnak nagyon fontos. Bevezető, hadd ismételjem meg Illés Lilla gondolatát. Megfogott meg kell, hogy mondjam. Karosi Júlia stílusát a kísérletező gondolkodásmód jellemzi, a műfajban pedig a felemelő szabadságélményt élvezi leginkább. Alig szerzett jazz énekesi diplomát, már egy francia verseny döntőse volt, első lemezét egy japán, második albumát pedig egy New York-i kiadó jelentette meg. Ez egy rövid gondolatsor, de azt hiszem nagyon sokat mondó. Viszont a beszélgetésünk elején essék szó leginkább az indítatásról, a család szerepéről. Hát ez nagyon fontos és meghatározó volt számomra. Kodály Zoltán mondta, amikor kérdezték, hogy mikor kezdődik egy gyermek zenei nevelése, és azt mondta, hogy ideális esetben ugye 9 hónappal a születés előtt. Ezt én elmondhatom magamról, ugyanis hát anyukám hasában is már nagyon-nagyon sok zenei élmény ért, és ahogy megszülettem utána folyamatosan, viszonylag korán is kezdtem el zenét tanulni, zongoráztam, hegedültem, kórusban énekeltem, ahogy kell. Aztán volt a kisebb varga betűk az életemben, de aztán visszataláltam a zenére, és hát a jazzre, ami igazán az én nagy szerelmem. Miként választott stílust? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a jazz egy olyan különleges műfaj, hogy önmagában a zenész lénye meghatározza a stílusát is. Igen, nem tudom pontosan, hogy én választottam-e a jazzt, vagy a jazz választott engem, mert hogy... Pontosan emlékszem az első jazz ének órámra, ami nagyon meghatározó élmény volt, és valahogy tényleg így szárnyakat kaptam, és tényleg azt éreztem, hogy ilyen élményem még soha nem volt, főként a szabadság és az improvizáció, ami nagyon-nagyon megragadott ebben a műfajban. Tehát mindig kísérletező volt? Én azt hiszem, hogy igen, mindig vonzott ez, és... Azért kötöttem ki itt, mert itt élhetem ki leginkább ezt a hajlamomat. 10 esztendeje alakult meg a Karosi Júlia kvartett. Mi volt az elsődleges szándéka? Hiszen fiatal, hasonlóan tehetséges csapatot gyűjtött maga köré. Én rögtön saját kompozíciókon kezdtem el dolgozni, amiért kaptam ideget meleget, de nem bánom így utólag. Mert ez nagyon-nagyon jó tapasztalat volt, hogy az első albumom csak saját szerzeményeimet tartalmazta, és ezt az utat egyébként folytatjuk most is, függetlenül attól, hogy ez a program, amivel ma este is ide jöttünk, ez ugye egy tribute műsor George Gershwinnek szentelve, de emellett fut párhuzamosan, folyamatosan a másik műsorunk, ahol saját szerzeményeket játszunk. Úgy nem tudom, hogy kritikának szánták-e az alábbi mondatokat, de szerintem ez egy remek kritika, hogy a műfaj határainak merész feszegetése jellemzi egy kifinomult, intim hangzásba burkolva. Ez gyönyörű, szép mondat. Igen. Valóban szeretek kísérletezni a határokkal, ez főként nyilván a saját szerzeményeimben és saját átirataimban valósul meg, de azért igyekeztünk arra, hogy a Gershwin műsorunkba is bele
csempészük a saját világomat, a saját világunkat. Mennyire volt áttörés az első lemez, a Városi Kószáló, ami ugye Japánban jelent meg, mint tudjuk? Áttörésnek nem nevezném, inkább egy névjegynek tekintem, és inkább, ahogy látom, hogy a pályámon a lemezek mindig fontos mérföldkövek, és egymásra épülnek. És a Rejtett Gyökerek a következő, hiszen ez is egy kivételes pillanat lehetett, hogy egy New York-i kiadó kellő bizalommal bír a zenekar iránt, tehát ehhez nyilvánvaló, hogy kell minőség. A Rejtett Gyökereknél inkább éreztem, ez a második lemezünk volt ugye a kvártettel, Hidden Roots a címe angolul, és ezen is saját szerzeményeink vannak, a kvártettem tagjainak is, meg nekem is, illetve népdalfeldolgozások, és úgy érzem, hogy ezzel a lemezzel sokkal inkább ki tudtunk lépni a nemzetközi piacra. Hát köszönhető ez részben az amerikai kiadónak is, és azon keresztül a sok-sok review és kritika, ami megjelent róla, illetve itthon is azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb reputációja volt már ennek az albumunknak. A népdal milyen helyet foglal el az életében, hiszen ez egy különleges hangzást biztosít? Én a saját zenémmel és az eddig megjelent albumainkkal is arra törekedtem, hogy megtaláljam a gyökereimet, és definiálni tudjam magamat, mint európai magyar jazz énekesnő, és ebben nagyon fontos szerepe volt annak, hogy az anyanyelvemen meg tudjak szólalni, és az anyanyelvemen tudjak énekelni, és ennek a legtermészetesebb formája az volt, hogy népdalokhoz nyúltam. És ugyancsak formabontó a Bartók feldolgozásai, ami 2 esztendővel ezelőtt született. Honnét jött a gondolat? Miként lehetett ezt úgy megvalósítani, hogy a jazz szerető közönség is elfogadja? Igen, úgy érzem, hogy van egy kontinuitás így a lemezek között, tehát ez egy folytatólagosság volt a Hidden Roots után, hogy tovább kerestem a mondhatjuk úgy zenei identitásomat, és nekem Bartók és Kodály zenéje nyilván nagyon meghatározó volt a zenei tanulmányaimban is, és szerettem volna úgy hangszeres, elsősorban hangszeres, tehát nem vokális darabokat írtam át, hanem Bartoknál és Mikrokozmoszokhoz nyúltam, illetve a Kodálynál az epigrammákhoz, hogy egy izgalmas, kicsit instrumentális, de ugyanakkor modern hangzású, vokális jazz átiratot készítsek ezekből a művekből, mert azt gondolom, hogy nagyon nagy, nagyon gazdag táptalajt nyújtanak az improvizációhoz. És ebből egyébként volt egy nagy koncertünk is nem olyan régen a Művészetek Palotájában, februárban, a Jazz Showcase-en, és hamarosan egy új albumon is rögzítjük őket. Most megérkeztünk Gershwinhez. Ahogy megérkezett hozzá, ha csak a nagy elődöket nézzük, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Herbie Hancock, és hát a többieket már nem is említem. Ugye ön úgy fogalmazott, hogy ez hídépítés tulajdonképpen a klasszikus zene és a jazz között. Így van, tulajdonképpen a jazz tanulmányaimat én Gershwin dalokkal kezdtem el. Ott hevertek a Gershwin albumok egyébként anyukámnak a kottatárába, aki szintén énekelt néhány Gershwin dalt. És azt gondolom, hogy azért mind a mai napig a hangképzésemben, meg ahhoz, ahogy a zenéről gondolkozom, nagyon érződik a klasszikus zene hatása és a klasszikus technika. És ezért mindig úgy éreztem, hogy nagyon testre szabott számomra ez a Gershwin program, és így részben így született meg az ötlet, hogy csináljunk egy egész estés Gershwin koncertet, és még a különlegessége az ennek a programnak, amit ma este nem valósítunk meg, de egyébként volt már ilyen, és szokott is lenni ilyen lehetőségünk, hogy vonósokkal kiegészülve játsszuk ezt a műsort.
folytatásban is a zene kerül a középpontba, hiszen május 10-én lesz egy jótékonysági koncert a Katolikus Caritas és az Országos Papi Otthonnak a szervezésében. Ennek a helyszíne a szemináriumi templom, a kezdés időpontja pedig 18 óra. Erről beszélgetünk az otthon gazdasági vezetőjével, Braun Bélával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, kedves csokolom. Mit kell tudni erről a jótékonysági koncertről? Miért hívták ezt életre, ezt a rendezvényt? A harmadik alkalommal rendezzük meg a jótékonysági koncertünket. Elsősorban, miután a nevében is benne a jótékonysági koncert, ezt szeretnénk kiegészíteni a költségvetéstől kapott támogatást, ami elsősorban a működésünkre elég, olyan plusz forrásokkal, amelyek a otthonunkban lakó idős embereknek a kulturális szabadidős foglalkozásait színesíti, több lehetőséget nyújt a számukra. Igen, hiszen ez az Országos Papi Otthon, az itt Székesfehérváron működik. Igen, az 50-es évek elején alakult meg az Országos Papi Otthon. Először ugye az egyház fenntartásában volt ez, majd pedig idős otthonnál alakult. Most is a katolikus egyháznak a szervezete, a katolikus szeretett szolgálat az, aki üzemelteti magát a papi otthont. Idős egyházi személyeknek az ellátására alapult, de ma már világi gondozottaink is vannak, és szívesen fogadunk felekezettől függetlenül idős embereket, akik nálunk kívánják eltölteni az idős éveiket. Mit kell tudni, hány lakója van az otthonnak? És ugye említette, hogy nagyon sokrétű most már az ellátottak köre. Mégis kik laknak ott? Csak férfiakat fogadunk, hiszen az első szinten csak atyák számára van lehetőség a bentlakásra. A második szinten vannak átlagos, illetve demens szükségletű ellátottaink. És hát gondolom, hogy akkor, mivel ugye több szint volt, meg ugye talán még itt a Fehérvár TV-ben is nem olyan régen beszámoltunk ugye az otthonnak a felújításáról, hogy szebbek, jobbak lettek a körülmények, ez létszámbővülést is eredményezett? Hát jelenleg 62 ellátottunk van, és engedélyünk 91 főnek a fogadására van. Milyen jellegű programok vannak napközben, hiszen ugye mondta, hogy az ilyen jellegű tevékenységeknek a kiegészítésére is szolgál ez a mostani rendezvény is. Van két külön mentálhigiénes munkatársunk, aki különböző játékokkal, különböző foglalkozásokkal igyekszik a hétköznapoknak a monotonitását megtörni. Ez attól függően, hogy kinek milyen igénye van, ahhoz igazítják ezeket a foglalkozásokat. Vannak, amik kifejezetten mozgással kapcsolatosak, illetve vannak, amik kifejezetten szellemi jellegű tevékenységet jelentenek. Akkor mondhatjuk azt, hogy tartalommal is megtöltik ezeket a hétköznapi üresebb órákat, tehát gyakorlatilag erre szolgál. Említettük már ugye, hogy 18 órakor kezdődik majd a szemináriumi templomba a koncert. Kik lesznek a fellépők? Mit lehet tudni róluk? Nagy örömünkre a Herman László Kamara zenekar az idén elfogadta a meghívásunkat, felkérésünket Major István vezetésével. Miután ugye a szemináriumi templomban lesz, ezért természetesen komoly zenei programmal készültek, egyházi, vallási ihletési művekkel, világhírű zeneszerzőknek a műveit mutatják be, például Liszt Ferencét, Verdiét, Haydnét, Bachét, egy nagyszerű, csodálatos környezetben, egy nagyon szép estét lehet eltölteni nálunk, és mindenkinek javaslom, hogy amennyiben lehetősége van rá, szeretettel várjuk egy kellemes esti kulturális eseményre. És ami ugye fontos, hogy nem ezt célt is szolgál, hogy azt említettük itt az előző beszélgetésünk első felében. Azt is említett, hogy ugye ez a harmadik ilyen jellegű program, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy hagyománya van már ezeknek az eseményeknek az önök életében. Most már lehet mondani, igen. Most már harmadik éve folyamatosan. Amit elfelejtettem mondani, hogy az esemény fővédnöke Spányi Antal megyéspüspök,
és az idén Cserparkovics András székesfehérvár polgármester is elfogadta a meghívásunkat, és támogatásáról biztosította az önkormányzat részéről az eseményt. Mi volt egyébként a korábbi években alkalmakkor a tapasztalat, hogy mennyire sikerül megszólítani az embereket, mennyire látogatnak szívesen ezekre a programokra el? Elég vegyes a kép. Volt amikor ez sikeresebb, volt, amikor kevésbé sikeres. Lehet, hogy ha lehet ilyen csúnyán fog, tehát a hírveréstől is függ, hogy az emberek tudnak-e róla, és itt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a Városi Televízióban is beszélhetünk erről az eseményről, hiszen Fehérvár és gondolom a Fehérvár környezete így jobban tudni fog erről a jótékonysági koncertről, és szeretettel várunk mindenkit. Itt ugye önök is adnak egy kulturális élményt, de hát nyilván adni jó, ezt ugye tudjuk, hogy az egy felbecsülhetetlenül jó érzés. Hogyha valaki szeretne önöknek segíteni, akkor ezt meg tudja még más formában is tenni? Szívesen fogadják a különböző felajánlásokat, vagy meg szokták ilyennel keresni önöket? Természetesen, igen, és ezután is köszönjük. Tárgyi jellegű felajánlások is érkeznek az otthonunkban, tehát akár bútor, vagy bármilyen olyan műszaki cikk, amit mi tudunk használni, illetve pénzadományokat is szeretettel fogadunk, és szoktak is adni úgy az ellátottainknak, a hozzátartozói, mint olyan, aki csak egyáltalán a gondolat miatt nyújtja ezt a támogatást nekünk. De mondhatjuk, hogy ez mindig jól jön, mindig tudják használt venni. Igen, mindig van helye. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát sok sikert kívánok ehhez a nagyon szép kezdeményezéshez, illetve hagyományhoz, hogyha már mondhatjuk így. Én köszönöm a meghívást. Nézőknek pedig akkor felhívom a figyelmüket, hogy ne felejtsék el, tehát május 10-én 18 órától kezdődik majd a program itt Székesfehérváron, a szemináriumi templomba. Érdemes ellátogatni, hiszen nagyon szép klasszikus darabokkal készült a Herman zenekar, és hogyha tehetik, akkor tehát nézzék meg ezt a szép és nemes eseményt. Mi pedig megyünk tovább kultúrával, mégpedig színházzal. A Vágy nevű villamos próbáján jártunk a Vörösmarty Színház Kozák András stúdió színpadán, Bagó Bertalan rendezésében láthatják azt a drámát, amely Tennessee Williams legismertebb és igencsak népszerű drámáján, a Vágy villamosán alapul. Gyerek, hány helyre dolgozom? Főnök érdek, nem tűnik föl? Hagyjál el hülyeségeket! Semmi, szalkis ügyek! A Vörösmarty Színházban bemutatták a Vágy nevű villamos drámát. Bagó Bertalan rendezése Tennessee Williams egyik legismertebb, legsikeresebb drámáján, a Vágy villamosán alapul. A realistának tűnő köznapi történetről gyorsan kiderül, hogy sokkal inkább egy költői, szimbolikus rendszerre felépített darab. Legfontosabb üzenete, hogy addig, amíg a múltban történteket nem zárjuk le, hiába is költözünk el bárhova, nem fogunk tudni új életet kezdeni. Amikor ezt megírta Tennessee Williams, a második világháború után vagyunk, és akkor volt egy nagy kataklizma, volt valami történés a világban, és azután megnézték, hogy hogyan is lehet, hogyan boldogulhat az ember Amerikában. És ez egy távoli volt, és azt gondoltam, hogy jó lenne, hogy ezt közelebbre hoznánk, ezt a kérdésfeltevést. És azért raktuk a 90-es évekbe, mert ugye a rendszerváltás után vagyunk, és ott elindult egy olyan fajta folyamat, hogy kíváncsi voltam arra, hogy abban a világban megvolt-e az a lehetőség, hogy egy különös fajta ember, vagy másfajta típusú emberek összegyűlnek, és megpróbálnak valami olyan életet élni, ami előremutató. És kibírja-e a múltnak a nyomorúságát, vagy fájdalmait a jelen, és ezt mind azért tettem a 90-es években, mert van egy közelmúltbeli távolság, mire rá tudunk látni. Tehát, hogy ez direkt nem a mába akartam rakni, mert sokkal izgalmasabb az, ami elmúlt már. Tehát volt régen valami, amit már distanciával tudunk kezelni, de mégsem olyan távoli, hogy ne tudjak, hogy mi történt. Persze, le van játszva. Talán folytatnánk, nem? Ja. Ilona vagy Blanche személyében Csilla testvéreként adott egy nő, aki mögött nincs meg a biztos családi és polgári háttér, a nemiségéhez, férfiakhoz és a szexushoz való viszonyát pedig traumatizált egy kamaszkori kapcsolata, nincs számára kapaszkodó. Az ember, amikor még az első lépéseit teszi az életben, ugye amikor nagyon kicsi, nagyon fiatal,
az első hét, és hát főleg a második hét év is, amikor az ember kamaszként olyan annyi kíváncsisággal, kérdéssel, bizonytalansággal, kétellyel, kétségbeeséssel keresi a helyét az életben, és hogyha akkor valakit ér valami őrületes nagy trauma, mint ahogy szerintem a Blanchot is, ezzel az egész fiú kapcsolattal, a szexualitással, az ahhoz való viszonyával, a női szexusához való viszonyával, a fiúkhoz, tehát mindenhez megterhelve még szerintem egy nagyon zsarnoki, nagyon macsó, nagyon akaratos apával, az egy olyan zsák az egész életre, amit aztán lehet bogozgatni, vagy azzal túlélni, és akkor szerintem a Blanche így belekezdett egy ilyen túlélésbe, ami aztán ugye még egy csomó dologgal meg lett terhelve, a családdal, a halálokkal. Mi már egy kicsit? Most dolgom van. De megtudtam a nővéred volna a Frankot. Kérlek, ne akadj már bele mindig. Ennek a nőnek vagyok én közönséges. Figyelj, az utóbbi időben csak azzal foglalkozom, hogy ideges is. A 90-es évek eleje óriási várakozást ébresztett a magyar társadalomban. Életük jobbra fordulását várták mindazok, akik tele voltak tetvággyal, a határok megnyitása soha nem látott lehetőséget nyitott előttük. Főhősünk Balogh Józsi is egyike a tetterőseknek, vállalkozását baráti kapcsolatokra alapozza, és fiatal felesége Csilla is szerelmesen támasza mindebben. Nagyon nagy feladat egy ilyen szerepet eljátszani, nem hiába a Tennessee Williams, a 20. századi dráma történt egyik legnagyobb férfi szerepét írta meg. És hát most volt az első összpróbánk, amit úgy terveztünk, hogy nem állunk meg, de hát mégis meg kellett egy picit állni, és hát nagyon elfáradtam. Tényleg nem gondoltam volna, hogy ennyire el fogok fáradni, és hát nyilván ezt a belső és külső idegrendszeri és fizikai fáradtságot érzem most magamon, de nagyon, nagyon megtisztelő egy ennyire bonyolultan gondolkodó és élő figurát megmutatni és foglalkozni vele. Autó eladással foglalkozik? Ja. Autó fényező, eredetileg. De Józsi cégében most kurva mindenes, és jól csinálja. Abban van perspektíva. Csilla megformálásáért köszönet és elismerés jár Varga Lilinek, aki a két testvér kapcsolatának kibontásában, a találkozás misztériumának mélységeinek ábrázolásában nyújt maradandót. Nagyon izgalmas találkozás ez, és tényleg azt gondolom, hogy Tennessee Williams tett örökérvényű, és mint színésznek, mint nézőnek egyaránt. Tehát olyan problémák, olyan dolgok, lelki folyamatok, hihetetlen ember volt szerintem, és annyira komplexen látja az emberi lelkeket, viszonyokat, és ezzel nagy élmény találkozni. Ez a templomharag, az egyetlen tiszta dolog. Megyek. Készen vagyok. A gulyás kommunizmust követő időszak, a testet és lelket gúzsba kötő évtizedek után a kettős tudatú társadalom peremén élő, a gazdagság iránt áhítozó emberfia mérhetetlen magánya, a köznapi kiváltságok oltárán feláldozott vágyak, a magunknak hazudott siker meg annyi adaléka a vágy nevű villamos bemutatójának igenléséhez. Kedves nézőink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva jelentkezik a Paletta magazin itt a Fehérvár televízióban 19 óra 45 perctől. Számítok majd akkor is a figyelmükre. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra!